Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai 60-i polgári esték következő programján, következő beszélgetésén, itt a gyönyörű 60-i Grassalkovics kastély egyik szép termében. Folytatjuk a programsorozatot, bízunk benne, hogy nem sokára már, így a vírus után a kedves közönségünkkel együtt tudunk találkozni. Ma este vendége Garamszegi József úr, akit minden 60-i ismer, hiszen autós iskolájában rengeteg tanuló végzett, talán nincs is olyan gépjármű típus féleség, amit ne oktatna, vagy ne képezne Józsi. Tényleg régóta ismerjük egymást. Mesélj magadról, a családodról, mesélj gyerekkorodról, hogyan indultál az életben. Köszönöm a meghívást. Én nagyon nagy tisztelettel és szeretettel fogadtam ezt a felkérést. Ezen a dicső épület belső falai, ezek mai napig egy picit úgy megborzongattak pozitív értelemben, és ez számomra egy tényleg egy magasztos érzés. Folytatva a kérdésre adott választ, hogy nekem a gyerekkorom, nem is tudom, hogy kezdjek hozzá, nagyon összetett volt. Igazi gyerekkorom volt, ki kellett találni a játékokat. Játszani is meg kellett tanítani magunkat, mert nem nagyon volt játék. Egy sztorit mesélek a gyerekkoromról, mert sokat tudnék, és hogy ez egy nagyon érdekes egy sztori, és ezzel kapcsolatban talán meghatározó volt az egész életem további része. Ez pedig a következő volt. Unoka bátyám nagyobb korkülönbséggel, egyik alkalommal lejött nagyobb korkülönbséggel idősebb, és lejött egy 125-ös csepellel, ami kétüléses. Az egyik lent, a másik fönt. Én erre a motorra úgy néztem rá, mintha Isten jött volna az udvarunkban. Hát jött egy két kerekű csepel, lemezvillás. Nem tudom, sokan talán már láttak ilyet képen, én valóságban is láttam. Hát reggeli órában, 9 órakor Zagyvaszántóról indult el, és valamit hozott. Erre már részletekre nem emlékszem, mert nem ez volt a lényeg. Hmm. És javította egész nap. Estig javította, én reggeltől egész estig ott ültem, guggoltam mellette, akkor 5 éves múlottam, 5 és fél éves lehettem, és reggeltől estig nem ittam, nem ettem, nem mentem el sehol mellőle, hogy nehogy lemaradjak valamiről. Na nyilván nem egy bonyolult szerkezetről beszélünk, ma már ezt lényegesen többet tudok róla, mint ő akkor egy valami, de hát így megpróbálta csinálni. Nem sikerült. Másnap jött, ott hagyta a melléképületében ezt a motorkerékpárt, és én reggel korán már fölkeltem, hogy mi lehet vele. Betolta a motorkerékpárt, és azt tudtam, mi az, hogy benzin. Azt sem tudtam, hogy hogy működik, csak lestem. Azt láttam, hogy próbálkozta mozgatni, szikrázhatni, hogy gyújtás van, és a többi, így utólag, de akkor azt se tudtam. Hát én is kipróbáltam reggel, de közben a benzincsap, gondolom, áteresztett, nem tudom mi, nem emlékszek részletekre, annyira nem értettem, sőt, semmire. És én is szikrázhattam. Jaj, mondom, van szikra. Ott szikrázott, tetszett, hogy szikrázik a gyertya. Egyszer csak lángra borult az egész motor. Ez akkor egy épületbe, félkész épületbe be volt tolva, el akartam oltani, nem bírtam. Nővéreméknek szóltam, hogy gyertek, ég a motor. Hát ők meg még annyira se, én 5 és fél évesen, leégett az összes hajam, szemöldök nem volt, szempilla sem, minden. Na nekem ettől a ponttól, nekem a motorizáció, ez szinte mindig bennem volt. Több mindent tudnék erről mesélni, ezekről az élményekről, de ez volt egy maradandó örök élményem gyerekkoromról. Sokan nem is ismerik már a csepeleket, azért sajnálom nagyon, és többen vagyunk így, akik sajnálják, hogy abba hagyták a gyártást. Igen. Ha belegondolunk a szivattyútól kezdve, a teherautóig, a motorkerékpárig, tehát nagyon sok olyan dolgot csináltak, ami hihetetlen minőség, magas színvonal volt. Hát sajnos így jött ki a lépés, hogy a 70-es évek elejére mindegyiknek abban maradt a gyártása. Egyébként hová járt a iskolába? Tehát melyikek azok az intézmények, amire büszke vagy, hogy honnan indultál? Alapjában én minden intézményre büszke voltam, meg vagyok,
mert mindenhonnan hoztam valamit magammal. Minden élvezettel szerettem iskolába járni, annak ellenére nagyon sokan nem. Egyrészt azért, hogy minél több ismeretet megszerezzek. Ott kezdtem, hogy a újhatvani általános iskolába jártam, Hámán Katónak hívták akkor igen. Az általános iskolát. Négyes suli. Négyes suli majd. Bajcsi. Igen, és utána a Bajzába kerültem, mint majdnem mindenki, aki bajzás akar lenni. Csak én nekem ez nem volt elég, hogy csak simán Bajzába járjak, mert engem már nagyon érdekelt az elektromosság, elektronika, és elektroműszerésznek szerettem volna menni a vakbottyámba, ott nem vettek föl. És hát minden áron el szerettem volna helyezkedni valami elektromos iskolába, és így jutottam arra része, hogy hatvani konzervgyár. A hatvani konzervgyárban voltam végül is tanuló, mellette a Bajza József gimnázium lépcsőit koptattam 4 évig természetesen, és mellette szakmunkás vizsgát tettem villanyszerelőként. Tehát ez az alap, egyszerre végeztem a kettőt. Te egyébként egy oktató időben. Vagy, gépész vagy, vagy ilyen elektronikus? Minden. Nem akarom, olyan furcsa lenne, hogy 10-valahány szakmát most felsoroljak, ami vagyok. És mindegyikkel foglalkoztam. Tehát az autószerelőtől a láng- és ívheggesztő, karosszérialakotos, villamos gép és készülékgyártó, karbantartó technikus, ez volt az alap része a dolgoknak, és nyilván azért, hogy minél mélyebben megismerjem ezeket a dolgokat, ugyan villamosmérnökkel is jártam, de azt már nem bírtam észre, mert levelezőn végeztem, Budapesti Műszaki Egyetemre jártam egy évet, és onnan, hát ott utána elkezdtem dolgozni, sportoltam, tanultam, sporttanulást volt, de különben megszereztem meg különböző ilyen technikusi minősítéseket mellettem ez alatt, és utána a közlekedésbe bevonultam katonának, na ez is egy nagyon nagy sztori. Ha jól érzem, akkor mindig a kíváncsiság vezérelt, hogy mi hogyan működik, mi hogyan igen. kell, és minél többet tudni, megtanulni. Minden érdekelt szinte, és ezért úgy éreztem, hogy semmit nem tudok igazán tökéletesen. Most kezdem már a tökéletességét összegyűjteni azoknak a dolgoknak, hogy amit csinálok. Most már nem csinálom csak a repülést, csak az autóvezetést, igyekszem a legtökéletesebben megoldani. Igaz a hír, amit revesgetnek rólad, hogy űrhajó kiképző vizsgára készülsz? Nem, de nagyon szeretnék. Ezt a választ vártam egyébként. Nem, de nagyon szeretném. Azt tudom, hogy te mindent oktatsz. A motorkerékpártól, gépjárműig, nagy teherautó, busz, igen, mindent minden. Összességében. Sőt, ugye repülőgép oktató vagy is. Erről egy pár dolgot mondjál, mert azért különleges. Azt tudjuk, hogy egy autóban, hogyha gond van, onnan ki lehet szállni. Mi van, ha a repülőgép motorja leáll? Onnan hogy szállsz ki? Én köszönöm a kérdést. Bármilyen kérdést, ami a repüléssel vagy az oktatással kapcsolatos, én imádok rá válaszolni, és nagyon sokáig nehéz összefoglalni azt, hogy melyik legyen az a legtökéletesebb megoldás, ami erre vonatkozik. Na, hát, mint tudják, azért hívják a repülőnek, mert repül. Igen. Na, a következő, egy darab kő is, ha én eldobok, az nem fog lezuhanni, az egy elég a röppályán elkezd mozogni, és majd szépen lassan valahol a földön landol. Na, mivel a repülőnek vannak szárnyai, ezáltal van egy bizonyos felhajtó erő a repülőnek. Tehát amikor repül a repülő, a szárnya az alul elsiklik az repülő, ott túlnyomás keletkezik, a felső ívelt szárnyon úgymond gellértet kap a levegő, majd fölfele áramlik, és ezáltal az alsó nyomott levegő azt nyomja fölfelé, a felső meg szívja föl. Nem értem, hogy esik le egy repülő. Nem értem. Fenntartja a gépet. Fenntartja. Nem értem, hogy tudja föl. Rászáll egy kacsa is lenyomja. Nem. Az a baj, hogy mivel emberek vagyunk, és ott is emberek vezetik, sajnos a felületességnek a következménye az, hogy tragikuságok is bekövetkeznek. Egy-egy figyelmetlenség. Ez az autóvezetésre hasonlóképpen, mint a repülésben. Miért lettél oktató, és mi volt az első járműféle, amit elkezdtél oktatni? Nagyon köszönöm a kérdést. Én a MHS-nél kezdtem az oktatást, a volt oktatón beszélt rá, 1979
januárjában még katona voltam, mert februárban szereltem, találkoztam vele, hogy Józsi, gyere, légy szíves, voltam ilyen, akkoriban még, amikor őnála tanultam vezetni, ilyen vezes kiválóan vetélkedőn vettem részt, megyei döntőn, 60-ban második lett, vagyis a megyében másodikok lett, már én lettem második, első nem lehetett, ugye, mert csak az egriek lehetnek az elsőek, megyei székhelyen. Régen így mi 60-iak ezt nem így gondoljuk. Hát tudom, tudom, de nehézem, mindegy, lényeg az, hogy második lettem, de nem, semmi baj. Tanultam belőle, még jobbnak kellett volna lennem. Uh-huh. Na most őnek a felkérésére és a többszöri felszólítására, hogy gyere, vállald már el, és megpróbáltam. És ez 1979. június 1-én léptem be az MHS-hez, és onnantól kezdődően fokozatosan végig, hát kisebb-nagyobb megszakításokkal, mert mellette azért volt más tevékenységem is. Tehát MHS-titkár voltam, Áfor vezetője. Veled valahányszor találkozom, mindig integetsz, kedves vagy, mosolygós, és azt mondják a tanítványait, hogy velük is ilyen vagy. Van olyan, amikor ezt az optimista mosolyodat elveszíted, és kiakadt, és veszekszel mondjuk egy tanítványjal? Mennyire vagy türelmes? Igen. Én szomorú vagyok olyankor. Azért vagyok szomorú, mert én úgy gondolom, hogy az egész egyéniségemet adom annak, hogy ő a legjobb lehessen. Ő ezt nem tudja, és nagyon kevesen tesznek azért, hogy ők jók lehessenek. Tehát ahhoz, hogy valaki jó legyen bármiben is, azért nem adják ingyen, azért dolgozni kell. És ezt a munkát nagyon sokan nem fektetik bele. Később jönnek rá, amikor a vizsgára kerülünk, hogy hát ez tökéletes, tehát hibátlanul például vezetett a vizsgát. Itt is van ilyen adottság, hogy van, aki alkalmasabb arra, hogy jó sofőr legyen, és van, aki kevésbé. Természetesen. Én nekem az, tehát azt könnyű megtanítani vezetni, aki magától is megtanul. Uh-huh. Na most én minden egyes embernek a születési idejét megfigyelem, hogy milyen jegyben született. Uh-huh. Egy rák, egy vízöntő, egy bak, egy akárki más egyéniség, teljesen más egyéniségük vagyunk, azt mindenkinél másképpen kell ugyanazt megfogalmaznom, hogy célt tudjak elérni vele. És ez nagyon fontosnak tartom, hogy ezt figyelembe vegyem, mert másképp nem haladok vele. Nem, ez, rá kell hangolni. Érdekes, amit mondasz, klasszikus példa erre, hogy ugye aki magától tanul meg, tehát először vezet és utána megy el oktatásra, ott lehet olyat tapasztalni, hogy például először ugye kiteszem az indexet, és utána kezdek el fékezni. És sokan előbb fékeznek, és utána indexelnek. Tehát igen, vannak ilyen fordított helyzetek, igen, de hát tudjuk, hogy kopik a tudás, és tehát hiába, hogy éle vizsgázom, lehet, hogy 20-30 év múlva már nem úgy emlékszem a dolgokra. Igen. Ez egy érdekes. Egyébként maga a forgalom, a közlekedés, az mit jelent neked? De hogy tudod elképzelni az optimális közlekedést? Mit jelent számodra maga a közlekedés tanítása, oktatása? A közlekedés nekem az élete. Én reggel kinyitom a szemem, ezen gondolkodok, mielőtt becsukom, jár az egyem, hogy hol a suszkulcs? Nekem mindenem a közlekedés, és szeretném, hogyha ezt a tanítványaim is úgy gondolnák, hogy rá tudjak hangolódni, rá tudjak ők is hangolódni, ér rám, hogy én ezt az ő érdekeikbe teszem, hogy követelek. Tehát követelek tőletek, mert tisztellek. Tisztellem azért, mert itt van nálam, és szeretne jól valamit elsajátítani. És nagyon nehezen tudom azt elviselni, például valakinek a sikertelensége. Engem egy-két napig nem alszok, ha valaki megbukik nálam. Ki a csúcstartó nálad, aki legtöbbször megbukott vizsgán? Nagyon kevesen vannak. Csúcstartó majdnem olyan nincs, mert hát olyan ez ötödikre átment, a tehát azt ráhagytam. Olyat engedsz vizsgára, aki igen, látod, hogy igen, tud? Igen. Jó, igen. Tudjuk, a stressz egy vizsga közben igen, az mindig előjön. Mindig előjön. No, de ezt is bele kell kalkulálni. Tehát, hogy a stresszel együtt képes legyen az ember hozni a minimumot legalábbis. Azt, ami megfelel. Nagyon sokszor stresszben élünk, vagyunk, a közlekedés is hasonlóképpen így működik. Ezt bele kell kalkulálni az életünk folyamán, minden másban is, nem csak a közlekedésben. Közlekedésben számon
biztosan így van. És ez a türelmed, ez a vizsgabiztosok felé is fennáll? Én azt gondolom, hogy én mind a két oldalt megpróbáltam. 12 évig vizsgáztattam egész megye területén, Eger 60 és Gyöngyös, többet Gyöngyösen, de Egerben is, 60-ban is. Én nekem például volt egy érdekes a vizsgáztatásom folyamán. 28-szor bukott egyik egri tanuló, és én hozzám került, mint vizsgáztató. Én voltam. Érdekes, mai napig nagyon megfogott ez a dolog, 28, hát ennyiszer, hogy lehetett megbukni gyakorlati vezetésből. És elkezdtem vele beszélgetni, ő higgy el azt, hogy a vizsgabiztos úr, ő mindent elkövetett, és mégsem megy neki. Hát mondom, ne mondja már, vezetünk, beszélgetünk, vezetés közben volt ez. Aha. Hát mondom, egész jól csinálja, akkor tanulja meg a kreszt szabályait rendesebben. Megígéri, hogy megtanulja. Megígérte, át is engedtem. Nem csinált olyat, meg lehetett volna nyilván kisebb mértékű szabálysértéseket követett el, ami belefért. És azóta is nem hallok negatív eseményt felőle. Ez volt a szélsőséges példa. Ha sorrendet kellene felállítanod a járművek között, akkor melyiket szereted a legjobban? Tehát melyik az, amit szinte állandóan tudnál oktatni? Én mindegyiket szeretném oktatni, mert mindegyiknek megvan a sajátos nehézsége és könnyűsége, varázsa. De talán a pótos szerelvény, amihez egy picivel több logika kell, és a többi az annyira egyszerűnek tűnik már számomra, hogy nem tud lefárasztani kellő mértékben, nem tud kihasználni az a kategória eléggé, és hogyha nem használ ki valamilyen szinten a helyzet, engem akkor leblokkolok. Tehát nekem muszáj gondolkodni, törpölni, megfogalmazni dolgokat, hogy hogyan oldom meg a különböző problémákat egy forgalmi helyzetben. Hadd térjek vissza egy jármű kategóriára. Segíts már, mert úgy az átlag ember, a hétköznapi ember az nem tudja, hogy a levegőben is vannak szabályok, hogy hol megy az út. Tehát te oda repülsz, ahova akarsz, vagy hogy van ez? Hogy van ez beszabályozva? Köszönöm a kérdést. Ha például helyben repülök, tehát van olyan, hogy iskolakörözés, meghatározott távolságok és meghatározott pontok fölött, oda nem kell, csak a helyi reptérnek, ha van reptéri rádió, és akkor lehet rádiózni. Ha viszont flyplate-vel, tehát útvonaltervet leadom, márpedig, hogyha útvonalra megyek, célszerű leadni, hiszen akkor tudunk kommunikálni. Bármilyen probléma bejöhet, ha én elmegyek útvonalra, és nem adom le a útvonal tervemet, akkor ki fog rajtam segíteni, ha netán úgy alakul. Tehát ezt minden esetben, ha útvonalra megyek, akkor leadom vagy a kelet, vagy a nyugat, nyilván a kelet tájékoztató, mert az van közel hozzánk, leadom az útvonaltervemet, és azt az útvonaltervet, amit én leadtam, pontosan annak a fokát, a magasságát, a sebességet meghatározva közlekedek végig. Az időjárásságnál jobb ellenfeled? Csak az. Csak az, de figyelembe kell venni. Sok olyat hallottunk 90-es években főleg, hogy ködbe neki ment egy oldalnak, akkor a villanyvezetékkel lenyomta a szél, és a villanyvezetéknek szorította. Sajnos tényleg voltak ilyen súlyos balesetek. Igen. Én azt gondolom, hogy a balesetek nagy százaléka egy kicsit a kockáztatásnak a következménye. Nem lehet nem célszerű kockáztatni. Te nagyon sok korosztályt oktattál, tanítottál az elmúlt évtizedekben. Látsz változást a tanulókban? Milyenek voltak a 20-30-40 évvel ezelőtti tanulók, és milyenek a mostaniak? Mi a változás, mit tapasztalsz? A változás az, hogy régen azok mentek jobbára autót tanulni, vezetni, akinek nagyobb affinitása volt rá, hogy így mondjam. Most már ez ilyen státuszszimbólummá vált, én úgy gondolom, hogy mindenkinek van jogosítvány, nekem még ne lehessen. Én megmondom tisztelettel őszintén, nagyon soknak már, vagy többnél, nagyon soknak nem, de több olyan alkalmatlan, szerintem alkalmatlan egyének sikerült jogosítványt adni, illetve előkészíteni, és segítettem arra vonatkozóan, hogy jogosítványa legyen, aki, hogyha elment volna pályakalmaság vizsgára, nem lett volna alkalmas.
De hozzáteszem azt, hogy mindenkinek van több-kevesebb érzéke. Valakinek több, valakinek kevesebb. Nem lehet senkit ledegradálni. Akinek kisebb az érzéke, nagyobb tudást kell mellé tenni. És már ott van. Hiába van valakinek mondjuk 80% érzéke, de 20% tudása nincs mellé téve, akkor ugyanúgy balesetezhet. Vagy fordul. Tehát meg lehet tanulni úgy is autót vezetni, hogy nem tudok biciklizni, mert nincs egyensúlyozó érzékem. Sokkal nagyobb koncentrációra van egyébként szükség. Épp a múltkor néztem egy adott térségbe, hogy mennyi autó van. Szinte egy 6-7 év alatt 12 ezer hivatalosan működő autóból hirtelen lett 20 ezer hivatalosan működő autóba, ugyanaz a lakossági réteget tekintve. Tehát magyarul megnőtt az autók száma, nehezebb az utazások az utakon, bármennyire is javulnak az utak, de azért egyre több problémát okoz, nagyon tudni kell koncentrálni. Azért én valamikor emlékszem, hogy a 70-es években ment egy autó az úton, és akkor lehet, hogy sokáig az volt az egyszerű autó, ami ott elment. Igen, igen. Számos gépjárművezető került ki a kezeid közül, vagy az oktatásod alól, buszsofőrök, tehergépjárművek, nyomon követel őket, hogy ők azért el tudtak helyezni, lett, aki kamionsofőr lett, tehergépkocsi vezető. A környékbeli cégeknek a szakmai, a szakember utánpótlásába nagyon sokat teszel, én úgy gondolom. Én igen, sőt, a cégek fölkeresnek, hogy C, D, E kategóriát végzett tanítványaimnak a névsorát adjam már meg, mert ők majd szeretnének velük fölhívni, és a környező vállalatok, cégek ezek megkeresnek. Most nyilván nem fogom mondani a vállalatok nevét, de fölkeresnek, és örömest veszik az, hogy a tanítványaimat, mert szinte az már egy belépő kártya, hogy kérdezik, hogy itt tanult, akkor már nagy az esélye, hogy föl is veszik. Általában így szokott lenni. Egy kicsit technikai kérdésre szeretnék rátérni. Tudom, hogy te feltaláltál egy olyan vizsgapadot, ami nagyon profi. Egy ideig még talán ez Gyöngyösön is volt, és van is sajnos. Igen. Viszont ez a te isteni szikrádat dicséri, hogy ez kipattant az ajadból, és megcsináltad. Mesélj nekünk erről a padról. Köszönöm a kedves kérdésedet, mert hiszen minden egyes szemléltető eszközömet, ami az oktatáshoz szükséges, az én saját kezüleg készítettem és állítottam össze. Ez amikor a főiskolás voltam, akkoriban készítettem, ez nem most volt, már az elmúlt évezredben sajnos. Most voltál 18, hát igen, most éltem 18, igen, igen. És én nekem ez olyan büszkeséggel tölt el, az akkori Rába Csepel, illetve Rába gépkocsi park, az autó Icarus különböző szerkezeti egységek egy fényképen mai napig megvannak, és ezeken erről a fényképekről készítettem egy olyan tanalvázat, egy légfék tampadot, amely vezérelt elektronikai, pneumatikai, mechanikai, teljesen működőképes mind a mai napig. És igaz, senki nem tudja rajtam kívül kezelni, mert ahhoz fel kell nőni ahhoz, hogy ők tudják kezelni. De ez nem baj, de lehet látni rajta. És én ennek nagyon örülök, de sajnos megszűnt 60-ban a Volán, és utána valahova kellett vinni. Sajnos feltételhez kötött volt az, hogy legyen egy olyan helység, ahol télen is például, ha nagyobb hideg van, egy autóbusszal be lehessen állni akna fölé, egy zárt térben is, ahol legalább plusz 18 fokos hőmérsékletet produkáljuk. Ezt én nem tudtam előteremteni, és ezért lett átvíve Gyöngyös egy másik céghez, amelynél most jelen pillanat megyénél egyedül ez az egy helyen van vizsga lehetőség, és az én tanalvázamon vizsgáznak mai napon. Akkor sűrűn kapsz jogdíjat utána, gondolom. Semmit nem kapok, bocsánat. Gondoltam. Semmit nem kapok, úgyhogy, de nem tudom elhozni, mert egyelőre nem kaptam meg az engedélyt. Hát egyelőre várom rá. Megelőzted azt a kort, amikor a számítástechnika, az informatika bejött ebbe az érába, és ugye az oktatás területén egyre inkább a számítástechnika jön előre. Én még a keszvizsgámat teszten töltöttem ki, ott x-elni kellett végig gondolni, stb. Ma meg már ilyen digitális, számítógépes dolog. Mi a véleményed erről az egészről? Mi a véleményed a digitális keszvizsgákról, a számítógépen keresztül történő, és mi a véleményed a régi tesztről? Melyik a jobb, melyik a kevésbé? Hogy látod ezt a kérdést?
Köszönöm a kérdést. Én nekem például mind a kettő nem, tehát egyik se annyira rossz, de ha az oktatás, maga a vizsgáztatás, a számítógépes vizsgáztatás az nem, egyáltalán nem rossz. Mert föl lehet mérni, és mindig más kérdés ugrik be, tehát nem, nincs olyan, mint régen volt a tesztlapoknál, hogy no, K45-ös mondjuk a tesztlap, és hogyha azt húzod, akkor ezek a kérdések lehet egymásnak át lehet adni. Meg lehetett könnyen tanulni. Most itt az összes 1100 kérdés közül bármelyik előfordulhat, bárkinél, a szomszédnak, de másiknál is. Tehát ez sokkal ferebb, sokkal jobb maga a vizsgáztatás. Ellenben a fölkészítéssel van némi problémám. Az viszont nem teszi lehetővé olyan mély tudást, amit ehhez szükségeltetne. Uh-huh. Tehát magolási szintre kerül az egész, és nem értő szintre. Tehát a legtöbb, én megtapasztaltam, aki nálam jár elméleti oktatásra, foglalkozásra, és hasonló képesség, mint aki nem, tehát e-learningben végezte ezt a tanfolyamot, össze nem lehet hasonlítani. A minimum 20-30 óra differencia, de akkor se éri utó azt, aki eljárt tanfolyamra. Tehát ennyi a különbség. Nem tudom, szoktál-e nézni, a térségben elég sokszor van baleset, és ezeknek gyakran szomorú vége is van. Szoktak mindent mondani, hogy ez most a gyorshajtás, vagy figyelmetlenség, de mit tapasztalsz, hogy a türelmetlenség tényleg a gyorshajtás, a kapkodás miatt van baj, vagy a kevésbé képzettség, a rutintalanság, mi az oka a balesetek nagy részének? Köszönöm a kérdés szintén. Én szerintem a tudatlanság, az önismeret hiánya. Azt gondolom, hogy én meg tudom oldani XYZ sebességgel haladva is azt a járműnek a irányítását, nem tudja sok, túl becsüli önmagát, nem érti az összefüggését, nem érti például mi az, hogy lassító fékezés, mi az, hogy szabályzott fékezés. Fogalma sincs, túlfékezi, a túlkormányzási problémákat nem érti. Nem érti azt, hogy egy kanyarba kitör az autó, hogyha gáznyomok, és nem motorfékkel megyek bele. Tehát nagyon sok olyan fizikai elméleti hiányosságot tapasztalod, hogy visszavezethető a tudatlanságra, hiába van tapasztalata, gyorsabban tud menni, de tudása nincs. Tehát tudatlanság. Igen. Egy érdekes kérdés. A ajándékba kaptam egyszer a családomtól a Hungaroringen egy ilyen tesztvezetést. Tudod, van ez a üvegszálas, vagy nem tudom milyen, és locsolják vízzel. Én azt hittem, hogy tudok kormányozni, meg egyéb dolog. Na igen, ott azért érdekes dolgok kiderültek. Igen. Mikor az gázt, mikor tekered a kormány, melyik irányba kell tekerni? Néha a józan logikának ellenkezőleg kell mozognod. Igen. Igen. Nagyon érdekes dolgok ezek. Többet kellene az országba ilyet elhelyezni, de hát nem olcsó. Mesélj nekem az elmúlt években, amit a tanulóvezetőkkel kapcsolatban tapasztaltál, olyan értelemben, hogy volt-e vicces történeted, vagy voltak olyan történetek, amire szívesen emlékszel vissza? Hát volt a múltban is, meg a jelenben is, meg mindig is lesz. Érdekes mód volt egy nagyon régi tanítványom, ez még az elmúlt évezredben volt, ilyen régről beszélünk. Régen volt ilyen nagyon hosszú szállítószallag, öttel ment, mert vaskereke uh-huh. volt, de nagyon hosszú mezőgazdasági szállítószallag. Emlékszem rá, itt 60-ban történt, itt a templom környékje lehetett, és a hármason ment tovább, és mi mentünk utána. Akkor még 60-nal lehetett a lakott területen belül közlekedni, ez nem most volt már, de ez megmaradt örökre. És már a szállító szallag alatt, ő ment öttel, mi 60-nal. Uh-huh. Szállító szallag már fölöttünk volt, de uh-huh. mindig beleszólt, vagy bele kellett szólnom, és ő meg mindig visszaszólt, hogy ő fékezett volna. Nem akarom a nevét mondani, mai napig tudom a nevét, mert annyira megmaradt a neve, vasutas volt ennyit, azért elárulok. De bocsánat, minden vasutas, ez csak egy egyedi példa. És hát éppen úgy sikerült nekem megállítani az autót, hogy épp a vaskerekek előtt 5 centivel. Uh-huh. De nem blokkoló fékezés, mert az a szabályzott féke. Mert blokkoló fékezésre már belecsúsztunk volna. Uh-huh. Azt mondja, most akartam fékezni, miért lépett? Most, hát mondom, ember, még a fék, mindig a gázon van a lába. Na, ez egy érdekes sztori volt.
Uh-huh. Volt olyan is, hogy például Pestről nagyon sokat vizsga előtt föl szoktam vinni Pestre. Tehát Pesten közlekedünk egész nap, reggeltől estig. Uh-huh. Összeszedek 2-3 vizsga előtt lévő tanítványomat, és akkor egy óránként váltjuk egymást, és akkor most a koronavírus időintervallum alatt, tehát az elmúlt évben, meg az idén nem voltam, emiatt nem voltam fönn, de a megelőző években mindig jártam föl. Folyamatosan. Na most ott is volt egy olyan, beelőz egy kamion, jövünk ki a pályáról, megyünk rendesen 80-nal, mert épp 80-nal lehetett menni, és a kamion megelőz bennünket, nyerget szerelvény, és bevágott elénk. Olyannyira sikerült, hogy már 3 tanítványom volt, a kocsinknak az eleje már a kamion alatt volt, teljesen, félig, tehát itt milliméterek voltak, hogy hát ugye, és abból ki kellett hozni az autót. Tehát sok olyan helyzet volt, vagy több, lehetne sokat felsorolni, hogy milyen helyzetek voltak ilyen problémásabb helyzetek. Ha megengeded, én még egy picit visszatérnék a repülőre, nagyon bolygatja a fantáziámat. Igen? Ez az egész, hogy hogy jött neked ez a szerelem a repülés iránt? Tehát mikor kezdted ezt, és hogyan? Egyébként pedig, hogy látod ezt? Tehát a környezeted mennyire mondja, hogy te életveszélyesen élsz? Vagy mondjuk a biztosítótársaság nem köt rád biztosítást, mert repülsz. De. Kötnek, sőt, kötelező a biztosítás. Kötelező? Kötelező, igen. Na, és nagyon köszönöm, aki gyerekkori álmom volt. Édesanyám még soha nem tudták, hogy miért lesem a lepülőket. Azt hittem a garázs tetejéről próbálkoztál egy ernyővel. Ne, de nem, én ezzel élek. Tehát én egészen 48 éves koromig, nagyon későn sikerült összegyűjtenem a rávalót, amikor sikerült egy olyan lehetőséget nem kihasználni és elkapni, hogy beiratkoztam egy pilótaképző tanfolyamra, és hát nekem a gyerekkori álmaim közé tartoz minden, olyan nap szinte nem volt már a végén, muszáj volt elindítanom, hogy én ne a repüléssel álmodjak. Tehát, hogy átúszok a házak fölött, a nagy fa fölött, épp, hogy mint egy mellúszásba átmegyek, tehát tényleg ilyen érzés is. Majdnem, hogy érintettem, és ez, mikor megcsináltam és levizsgáztam, ez megszakadt, megszűnt abban a pillanatban. Tehát nekem ez teljesen a gyerekkori álmaim közé tartozik, senki nem tudott róla. Csak egyedül én, ami mai napig így van és élek. Tehát ha egy hónapig nem repülök, már lassan, ilyen kicsit olyan, mint elvonási tüneteim, mert nekem nem volt ilyen soha. Csak szokták mondani, hogy elvonási tünet, na nekem a repüléssel kapcsolatban szokott ilyen lenni. Télen nincs hideg bent a gépben? Nincs, ki lehet bírni? Fűthető, teljesen fűthető. Minden december 31-én évbúcsúztató repüléssel szoktam 60 fölött elkörülni, hogyha az időjárás engedi. Az idén, vagyis az elmúlt december 31-én nem tette lehetővé, elsőjén repültem. Mennyi tanítványod van évente? Hát a repülés az igazán az nagyon összetett dolog, mert ahhoz nincs meg a környezetben az a kellő lélekszám, aki ezt azért meg tudja fizetni. De oktatni úgy oktatom, hogy mindenkit oktatok, aki eljön velem repülni, azt is, és átadom a repülőgépet, hogy irányítsa, és nagyon szívesen beszélek róla maga a repülésnek a eredetéről, maga a repülőgép működéséről, hogyan kell állítani a légcsavar állásszögén, milyen erők uralkodnak, a futómű, orrfutó, farkerekes járművek, hogy repül egyáltalán repülő, milyen a motor elhelyezése, egyáltalán műszerfalon elhelyezett műszereknek a figyelése, miért kell erre figyelni, miért nem arra, mi a fontosabb, mi a függőleges, a keressék, vezérsíkok, a csűrőnek a működése, tehát maga az egész repülés nagyon szíves örömest és úgy összességében globálisan egy év alatt a motorkerékpártól teljesen mondjuk a buszig, vagy a nyergesig, mennyi tanuló kerül ki? Változó. Ez valamikor 100 fő fölött van egy évben. Ebben az évben is 100 fő fölött fölé kerülök körülbelül. 100 fő körül szokott menni évente. Valamikor volt az a kevesebb időszak, amikor kevesebb létszám volt,
egy olyan 5-6 évvel ezelőtt valahogy visszaesett, ez most nagyon-nagyon-nagyon sokan Németországból járnak ide hozzám, bocsánat. Elmúlt 2017 óta, nem tudom, hogy kerültem képbe, fókuszba, Németországba hívtak ki a legnagyobb németországi kaminós cég, meg buszos cég, hogy menjek oda ki hozzájuk oktatni. Mondom, ne haragudjon, nekem iskolám van, és ők jönnek most ide. Úgyhogy ez egy érdekes sztori volt. A Schumachernek unokaöccse itt vizsgázott 2 évvel 60-ban nálam. Egy kicsit más téma. Járod 60 utcáit, a 60-i térséget, járod a környező településeket, országutakat, utakat. Mi a tapasztalat az elmúlt években? Mit látsz? Te jobban kim vagy, jobban mozogsz az utcán tényleg a tanulókkal. Mi a tapasztalatod? Nem jó tapasztalataim vannak. Nagyon sok hiányosságot látok az emberek közlekedésében. Türelmetlenek. Miért vagyunk türelmetlenek? Mert nincs mögötte tudás. Mikor szoktak úgy esetleg keményebben beszólni, ha ráütünk a kezünkre? Még el is kerekítjük magunknak, ugye, hogy hát ilyen ügyetlen vagy, olyan ügyetlen vagyok. Cifra dolgokat is szoktunk mondani olykor. Miért? Mert elügyetlenkedtük. Na most a közlekedés is ilyen. Azért vagyunk türelmetlenek egyáltalán a környezetünkben, és ez nem csak nálunk van, hanem az egész országban. Mert rá példa, csak egy nagyon egyszerű kis példával illusztráljam. Áll a kocsisor. És olyan közel áll egyik a másikához, hogy nem tud kimenni. Soha nem hagy magának menekülési lehetőséget. Tehát, hogyha egy kicsit leszakadok tőle, mondjuk, akkor nem tudja kikerülni. Ha például mögötte lévőt látja, hogy nem tud megállni, nem is tud mit csinálni, várja, hogy nekem jön. Ha nyilván észrevenni. Nem akarok most oktatást tartani, de nagyon fontos eleme az, hogy olyan értő és tudatos mozgást igénylő végrehajtást tegyenek az emberek, amit sajnos nem tudnak. Ugyanis nem jutnak el a vizsgáig a készségszintre sokan. A készségszint az, amikor már valójában értést tudja, és nem kell azon gondolkodni. Most nagyon sokan gondolkodva hajtanak végre egy-egy vizsga követelményt, és ezáltal az nem tudás. Lehet, hogy nagyon magára erőltette, nagyon, nagyon rákoncentrált, meg is csinálta a vizsgát, de nem készségszintén van. Ezt ő el fogja felejteni, ezt ő át fogja keresztelni, ezt ő a saját maga egyéniségéhez fogja formálni. Sajnos ide jutottunk, hogy a legtöbbje ide, tehát nincs türelme megtanulni jól vezetni, türelmetlen. Mert azt gondolja, hogy a 30 óra az elég, nem elég. Nekem, én több ezer órát oktattam meg, még most se tudok olyan szinten vezetni, amilyen szinten én szeretnék. Akkor bocsánatot kérek, hogy hol tud egy 30 órás tanuló bármit is csinálni? Nagyon gyenge. Valamikor én Terike nénénél vizsgáztam, és ő mondogat, nagyon aranyos, türelmes volt mindig. És nekem ő azt mondta, hogy amikor az ember levizsgázik, akkor utána annyira odafigyel, hogy 3-4 évig nincsen különösebb baj. 3-4 év után kezdi azt érezni, hogy ő már vagány, ő már tud menni, ő már mindent tud, mindent látott, és mindig akkor van a baj. Igen, az önismeret hiánya. Igen. Én azt mondtam és vallom, és ez mindenkinél rám, mindenkire érvényes, hogy a tudásunk 80%-át használjuk ki. És annyival menjünk, 100%-on soha. Mert hogyha akkor nem tudunk már hova megkapaszkodni egy-egy helyzetbe, ha belemegyünk, a 100%-os tudásunkat használva ki abba a helyzetbe, a 101% már nincs. Akkor már csak a szerencse vagy a véletlen szerűség az, ahogyha megúszszuk azt a helyzetet, amiben belekerülünk. Én állítom, hogy a balesetek nagy százaléka az átgondolatlanság, a felkészületlenség, nincs teljes felkészülve, és hiába, hogy van gyakorlata, kevés a gyakorlat, nincs mögötte kellő ismeret, kellő tudás. Én például mindenkinek javasolnám azt, hogy például van egy B-kategóriás jogosítványa 30 éve, hogy minden 10 évben szerezzen egy fajta plusz jogosítvány, mondjuk valaki C-re megszerzi, valaki E-kategóriát, nem azért, hogy azzal hogy egy kicsit fölelevenítse, egy nagyobb szintű tudást szerezze magának. Ugye volt szó róla, hogy időszakonként meg kresszvizsgát kell tenni, igen, meg igen. A többi, meg a többi.
Hát, korábban volt is. Igen. Volt is ilyen. Ezen úgy sokan elgondolkodtunk, hogy te jó szagú élet, újból igen. kezdjük a dolgot, de egyébként nem biztos, hogy rossz lenne a dolog. Nem, nem. Azért akármi egy kicsit készült az ember, ha nem is úgy sikerült, akkor is foglalkozott vele. Ismerve tenni akarásodat, ismerve a pozitív gondolkodásodat, ismerve azt a vágyat, ami benned van, hogy mindig alkoss és mindig hozzá létre új dolgokat, ha nem titok, akkor mik a jövőbeni elképzeléseid? Van-e valami isteni szikra az agyadba, hogy mit szeretnél megvalósítani a következő időszakban? Mifelé szeretnéd, hogyha tartana a környezetet? Én köszönöm ezt a kérdést is. Én azt szeretném, hogy az ország szeme rám figyeljen. Ugyanis én a legjobbat akarnám kihozni 60-ból, meg 60-nak. Nem régiben sikerült egy olyan tanpályát kialakítani, ami soha nem volt 60-ban. De nem csak 60-ban, még Debrecennek sincs, és itt a megyébe is, hát párját ritkítja, megmondom őszintén, mint lehetőség. És ezt nem magamnak csináltam, hanem azt mindenkinek. Az, hogy minél jobban, minél nagyobb lehetőségek keretein belül tudjon fejlődni adott körülmények között. És én úgy gondolom, hogy a jövőt illetően is még ezt lehet csiszolni, ezt lehet felszínre, még nagyobb, még magasabb szintre hozni, hogy például a biztonsági és üzemeltetési ismeretek vizsga is ide kerüljön 60-ba, mert ha ez nem lent volna meg, akkor 60-ba, mint a vizsgáztatási jog, megszűnt volna. Tehát ahhoz kötelezően előírt egy tanpálya, megléte az, hogy legyen vizsgáztatási jog 60-ban. És ez hát nem kis munka, nem kis nélkülözéssel azért ki lehetett. Tehát nagyon köszönöm viszont a Azimut Kft.-nek a segítségét, megmondom őszintén, mert ők, ebben én felkértem őket, hogy hát ilyen probléma van, hogy segítenek-e, és ők segítettek, és ez nagyon-nagyon nagy mértékben köszönhető. Az, hogy itt 60-ban van ilyen. És ez eddig soha nem volt. Jó, voltak kisebb ilyen rutinpálya szerűcskék, már bocsánat, de az rutinpálya szerűcske volt, ehhez képest igazi tanpálya. Tehát nem rutinpályát is írtam ki, hanem igazi tanpálya. Tehát lehet rajta tanulni. És egy komplex egységet szeretnék itt 60-ban. Kívánom neked ezt a belső energiát, amivel ezt az egészet végig tudod vinni, meg tudod valósítani, tudod működtetni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, eljöttél ma ide hozzánk egy jó kis beszélgetésre. Úgy gondolom mindannyian tanultunk és hallottunk érdekes és új dolgokat tőled. Úgyhogy én tényleg minden jót kívánok neked és jó egészséget a következő időszakhoz is. És hát minél előbb újjon el ez a vírus felőlünk, és minél több diákod legyen, akit az életbe ki tudsz bocsájtani olyan jogosítvánnyal, amivel tényleg megállja a helyét. Én nagyon szépen köszönöm kedves közönségünknek is, akik ma velünk tartottak. Bízom benne, hogy nagyon érdekes beszélgetésünk volt, folytatni fogjuk. Bízom benne, hogy most már ott fogunk tartani, hogy szeretett közönségünkkel együtt fogjuk a műsor felvételét elkészíteni. Kérem, hogy tartsanak velünk a jövőt illetően is.